Szerintem nagyon sok minden a sorsunkban nem megválasztható. Tehát nem választhatsz. Én azt gondolom, ezek mind feladatok. Nézzük a párkapcsolatot, vagy van még valami? Sokszor eljátsszák azt, hogy kedvesek, hogy odaadóak. De az neked is megy, nem? Ha muszáj, akkor megoldod. Ha muszáj, de nem szeretem megjátszani. Volt már közös életetek. Ezt úgy mondod, hogy tudnád. Igen, ezt én tudom. Komolyan? Ezt tudom. Azért mondtam neked az előbb azt, hogy most ő beszél. Több olyan férfi volt az életedben, aki azonnal elvett volna feleségül, arról van szó. Igen, és 10 évesen. Peller Marian vagyok. Mindig is érdekelt, vajon mi rejlik a látható, fizikai világon túl. Mert hiszem, hogy a csodák körülvesznek bennünket, és hogy a legnagyobb nehézségek leküzdésével tanuljuk a legtöbbet. Létezik egy olyan világ, amiről valamiért még csak suttogva merünk beszélni. Lelkünkben őrizzük legmélyebb titkainkat, melyeket nem tudnánk épésszel megmagyarázni, ezért inkább úgy teszünk, mintha meg sem történtek volna. Mostanáig. Mindenki másban vagy máshogyan hisz. Van, aki szellemet látott, van, aki angyalokkal beszélget, de van, aki minden nap imádkozik, mert úgy hiszi, segítséget kaphat. Minden műsorban egy ismert ember enged betekintést lelkének legféltettebb titkaiba. Beszélgetünk hitről, misztikumról és megmagyarázhatatlannak tűnő élményekről. Majd a beszélgetés egy pontján csatlakozik hozzánk egy avatott szakember, aki a szellem és lélek világában segít eligazodni, láthatatlan iránytűt adva az alany kezébe. Csőz Boglárka színésznő, producer, üzletasszony, boldog feleség. Mindenben meglátja a mélyebb, spirituális összefüggéseket. Bogi már gyerekként ráébredt arra, hogy mindenki bizonyos rendeltetéssel születik erre a földre. Az övé többek között az, hogy felelősséget vállaljon másokért, mert pontosan tudja, a mesébe illő vagyonnal rengeteg munka és súlyos felelősség is együtt jár. Szia, Bogi! Szia! Egyenesen Isztambulból érkeztél hozzám, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És azt gondolom, hogy ez a téma közel áll hozzád. Mikor egyszer végre volt lehetőségünk egy fancy eseményen beszélgetni, akkor gyakorlatilag egy pillanat alatt kiderült, hogy te tényleg spirituális szemüvegen keresztül nézed az életedet. Ez így van. Egyébként elárulom, hogy nagyon vártam ezt a találkozást. Nagyon készültem rá, és tényleg hónapok óta bennem volt, hogy na, akkor mikor csináljuk már ezt az anyagot a Mariannal, mert annyira olyan érdekes, hogy nagyon kevés ilyen anyag van, és nagyon kevesen kérdeznek meg mély dolgokról, amiről olyan szívesen beszélnék sokszor, tudod, hogy úgy nyitnék, és akkor mesélnék, viszont nagyon keveseket érdekel. Így elárultam neked egyébként, hogy pont azoknak adom a külcsínt, tudod, a külsőségeket, akik csak ebből értenek, viszont akik értik ugye a rezgéseket, mint ahogy te is, és rögtön érezted, amikor találkoztunk, akkor adok többet is. Amúgy mindig megfigyelek, tehát én amúgy egy olyan személyiségem van, aki mondjuk bemegy egy térbe, és én azonnal olvasok. Tehát engem nem érdekel. Már az emberekből, igen, ugye? Sem a ruha, sem az öltözködés, sem a kinézet, hanem elengedem az érzékeimet, és olvasok, érzékelek, tapintok. Tehát hogy én kitapogatok emberek. Jól működnek a kis tapogató korongjaid ilyen tekintetben? Igen, nagyon. Beszokott jönni? Nagyon erős. Igen. Tehát nekem másodpercek elég hozzá, tehát egy-két másodperc, hogy tudjam, hogy ki kicsoda. Körbenézek, és úgy tudom. Ezt gyerekkorból hozod már magaddal? Igen, abszolút. Gyerekkori. És mit hozol még otthonról? Volt szó ilyesmiről, hitről, vagy hogy hogyan működik a világ? Ilyenről beszéltek a szülők? Ez olyan érdekes dolog, hogy én akkor jöttem rá, hogy valójában mennyire vallásos környezetben nőttem föl, amikor a férjemmel találkoztam. És én azt hittem, hogy egy nagyon modern, liberális, nyitott kultúrából jövök, és aztán elgondolkodtam rá, hogy valójában nekünk a legszebb, tehát például én édesanyám, ezek a mondatok, meg ezek a pillanatok maradtak meg, amikor mondjuk elmentünk a templomba, és minden vasárnap ugye fel kellett nagyon szépen öltözni, és ugye én unitárius vagyok, tehát hozzá kell tenni, hogy nagyon is liberális, viszont nagyon sokat beszéltünk mindig a lelki értékekről. És tényleg megmaradtak bennem olyan mondatok, amiket mindig a mindennapjaimban használok. Tehát például az, hogy az irgalmasság, tehát irgalmasnak lenni, vagy megbocsájtónak lenni, vagy elengedni dolgokat. Tehát hogy például nekem nincs olyan pillanat az életemben, amikor ne gondolnék végig egy dolgot 10-szer. És mindent átgondolok, hogy mit fogok erre válaszolni, azok jó szavak-e, hogyan fogok viselkedni, hogyan
reagálok rá, vagy megérdemli-e azt az ember, hogy úgy viselkedjek, és akkor néha stratégiát váltok, hogy bár adnék, mégis visszafogom. És úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy még nem áll készen rá, hogy többet kapjon tőlem. Ezt a viselkedést lehet, hogy úgy értékelik mások, vagy úgy érzik, hogy mintha egy kicsit lenéznéd őket, holott... Hát vagy hideg lennék, néha ezt szokták mondani. Vagy hideg lennél, hideg, igen, mert elrejted a szívedet, holott igen. Semmi más nem csinálsz, mint hogy a helyzetet nézed kívülről, fölülről, és látod az egészet, mint egy saktáblát, ugye? Hogy pontosan, hogyan, igen, hogyan igen, kell működned. Tehát azt gondolom, hogy sok... Sok megjátszott érzés van az emberekben, tehát sokszor eljátsszák azt, hogy kedvesek, hogy odaadók. De az neked is megy, szeretnek. Nem? Ha muszáj, akkor megoldod. Ha muszáj, de nem szeretem megjátszani. Nem szeretem megjátszani. Sőt, én távol állok ettől, hogy megjátszom. Viszont nagyon sokan szeretik, és akkor tudod, az én reakcióm pont az rá, hogy nincs reakcióm. És akkor azt hiszik, hogy én hideg vagyok, miközben igen. Nem, csak érzékelem azt, hogy ez nem valós, és nem igazi, hamis. Te egyébként el tudod engedni magad odahaza? Tehát, hogy előfordul olyan, hogyha valami fájt, vagy valamiért megbántottak, vagy valahogy megbántottak, hogy sírj, hogy ezt kiad magadból? Most érdekes, hogy én nem vagyok egy sírós személyiség, tehát nem szoktam sírni. Az az ego, amitől szomorú vagy. Tehát, hogy ezeket mindig átgondolom, és nem tudom úgymond becsapni magam. Te olvasol ebben a témában? A spirituális könyveket, témájú könyveket? Nagyon-nagyon fiatalon, rengeteget. Igen? Tehát én voltam az, aki mondjuk 9-10 évesen suliból az első dolgom a könyvtár volt. Anyukám így ült, oda tette az órát a tanulni való mellé, tudod, hogy akkor ezt nekem be kell fejezni. Nyilván tanultam, csak hogy alatta álltak a könyvek. Tehát, és ezek ilyen témájú könyvek voltak? Én dugiban olvastam. Tehát képzeld, hogy titokban olvasok. Próbálom befejezni a kedvenc könyveimet. Az első dolgom a suliból a könyvtár, gondolhatod, aztán haza, mintha suliból jöttem volna. Tehát, hogy nekem az a kis ilyen varázsvárom volt. Uh-huh. Tehát burok. Én imádtam elveszni a könyvek között. Nem tudom, hogy ismered ezeket a PET könyveket, ami szülőknek szól, tudod, hogy hogyan neveld a gyereket. Hát ezeket én olvastam. Tehát, én próbáltam nevelni a szüleimet, gondolhatod, én 9-10 évesen. Nekik se lehetett könnyű. Nem, és a legdurvább, képzeld el, az, amikor mondjuk negyedik osztályos koromban így visszaemlékeztem, azért elég durva dolgok ezek, tehát szexuálpszichológia könyvet olvasni 9 évesen, igen. Tehát ezek nagyon durva, tényleg nagyon durva dolgok, és utána visszagondoltam, hogy én nagyon korán nőttem föl. Uh-huh. Nem találtam soha szót az osztálytársaimmal, tehát nyilván voltak barátnőim, és szerettem a közösséget, viszont mindig a nálamnál 20-30-40 évvel idősebb nőkkel, vagy akár férfiakkal társalogtam, nagyon szerettem beszélni és vitázni. Tehát én voltam az a személy otthon, aki azt gondolták rólam, hogy vitatkozom, miközben nem vitatkozom, hanem vitáztam. Tehát én szerettem megvitatunk volna, dolgokat. Igen, kiszedni az emberekből a gondolataikat, meg az érzéseiket, hogy mit gondolnak az életről. Meg érdekes, hogy 18 éves koromban is kb. Úgy képzeltem, mint a 40 éves lennék. Tehát, hogy nekem az volt az érzésem magamról, hogy én 40 éves vagyok. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan történt minden. Olyan, mintha öreg lélek lennél. Azt gondolod magadról? Valószínű. Vagy tudsz is erről? Tehát foglalkoztál előző életekkel bármikor? Nem nézettem meg. Tehát az igazság, hogy nem mentem bele, nem mertem bele menni. Tehát még nem akartam találkozni ezzel a magammal. Tehát úgy voltam vele, hogy még egy kis időt adnék neki, hogy foglalkozzak a mai dolgaimmal, és majd utána a volt dolgaimmal. Biztos, hogy nagyon érdekes dolgokat találnék. De hiszel benne? De hiszek benne. Abban is hiszel, hogy bizonyos emberekkel találkoznunk kell az életünk során? Biztos vagyok benne, nem hogy kell, hanem az van, tehát ez az adott. Tehát az nekünk megvan adva, hogy kivel fogunk találkozni, meg hogyan és miért. Tehát szerintem nagyon sok minden a sorsunkban nem megválasztható, tehát nem választhatsz. Én azt gondolom, ezek mind feladatok, és nagyon nagy sors feladatok. Még akkor is, hogyha kívülről az ember élete sokkal szebbnek tűnne, vagy sokkal könnyebbnek, mint amilyen. Szeretek tanítani, és szeretek tanulni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy amikor van ez a nagy közös lét, akkor minden adott, ott a tudás, csak kérni kell, tehát elkéred valakitől úgymond a tapasztalatait, a kapcsolatait, a tudását, vagy odaadod valakinek a tied, tehát ami neked van, ami neked adatot, hogyha kérik nyilván, tehát hogy felajánlhatod, de nem mindig kérik. Igen. Nem mindig fogadják el. Úgyhogy igen, tehát nekem teljesen más ez, tehát ez a fajta lét, úgy gondolom, hogy nem azt éljük, amit látunk.
Tehát nem az van, amit látunk a szabad szemünkkel, vagy látható, hanem egy teljesen más világ. Ami azt gondolom, hogy a következőkben, a jövőben majd eléggé ki fog derülni, hogy miért. Tehát én azt gondolom, hogy még a metafizikai szinten nem ott tartunk, ahol kell, vagy nem úgy gondolkodunk, ahogy kellene, és ezért vagyunk egy olyan világban, élünk egy olyan világban, ahol élünk, sajnos rengeteg fájdalommal, meg rengeteg szenvedéssel. És ennek a nagy részét sajnos mi választjuk. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy ez csak egy ilyen egyszerű lét, amiben gondolkodom. Tehát, hogy nyilván nem csak az anyagi dolgokra gondolnak, hanem spirituálisan is. Tehát ez a probléma az egészen, hogy azok az emberek, akik nem tudnak téged spirituálisan látni, azoknak hiába mutatod a spiritualitást, mert nem tudják befogadni. Nem, és ezért mondtam azt, hogy egyszerűnek látnak téged. Igen. De azért, mert ugye mindenki a saját tükörképét láthatja. Tehát, hogyha az ő gondolatmenete, a gondolatisága csak addig tart, nem láthatja az én spiritualitásomat, vagy az én mély érzelmeimet, vagy gondolataimat. Vagy a legmélyebb motivációidat. Pontosan. Ami a szívedből jön. Igen. Burák szerinted látott téged? Hát az első találkozásunkon a beszélgetésünk az nagyon hosszú volt, mint általában velem a beszélgetések nagyon hosszúak, mert szeretek beszélni. Igen, de jó. És az éjszaka közepén, egy lounge-ban voltunk, ahol az emberek buliznak, gondoltad, hogy mennyire milyen hangzavar van. Okay. Nem arról szól egy ilyen parti, hogy mondjuk beszélgess és elmélyülj, és mondjuk filozófálj. Úgyhogy vicces volt, mert így 3 órán keresztül beszélgettünk, már senki nem foglalkozott velünk, már úgy voltak fel, hogy hagyjuk is őket, mert ezek teljesen elvesztek. és így a beszélgetés vége fele így kijelentette, hogy én vagyok az a nő, akit ő elvenne feleségül. Ez elég gyorsan kiderült számára. És akkor így úgy voltam vele, hogy úristen, ne! Tehát, hogy már megint egy pasi, aki így bejelenti, rögtön hozza is a gyűrűt, mert volt is ilyen egy párt, hogy azonnal hozzá. De komolyan volt, tehát több olyan férfi volt az életedben, aki azonnal elvett volna feleségül, ha arról van szó. Igen, és 10 évesen történt az első, tehát nagyon, nagyon durva volt. Tehát amikor így 16 éves vagy, és akkor hoznak egy nagy gyémánt gyűrűt, hogy akkor hozzám jössz feleségül, és elköltöznénk, nem tudom és hová. Miért nem mondtál azokra? Igen. És akkor én úgy voltam vele, hogy nem. Tehát én karrierista vagyok, nekem nem kell házasság, tehát vele is úgy voltam, hogy hát figyelj, én nem gondolkodom ezen, tehát nekem nem kell házasság, hogyha valakivel együtt szeretnék lenni, úgyis együtt leszek, stb. Nyilván akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban a fizikai lét volt a fontosabb, és nem a spiritualitás, tehát hogy nem... Mert akkor nem egy olyan időszakban voltál, nem hagytam teret neki. Még a találkozásoknál tartunk, akkor nagyon kíváncsi vagyok arra, én tudom, hogy te mondtad, és ez csodálatos, hogy vállalod, hogy még nem szeretnél gyereket, még nem ott tartasz, még neked fontosabb a munka. De egyébként azon gondolkodsz, hogy vannak-e olyan lelkek, akik, vagy akár egy olyan lélek, aki épp a ti szülőpárosatokat választaná magának? Erről a témáról soha nem beszélgetünk. És én tudom azt, hogy egy férfi is, hogyha nem beszél erről, hogyha nem érzi azt egy nő, hogy lélekben a férfi készen áll, és úgymond ránéz egy kisgyerekre, és látja az arcán, hogy tudod, amikor valaki úgy megérinti a gyerek. Igen. És vágyakozó. És vágyakozik, még akkor is, hogyha nem mondja. Igen. Akkor tudod azt nőként, hogy akar gyereket, vagy nem akar, vagy készen áll rá. És én nem láttam még azt rajta, hogy úgy megilletődne, tudod, egy kisgyerek láttán, vagy egy kisbaba láttán. Én úgy szintén. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt nem kell egyelőre forszírozni. Viszont azt gondolom, hogy nekem is nyilván el fog jönni az a pillanat, amikor azt fogom mondani, hogy na, akkor gondolkodjunk. De érdekes, hogy például én soha nem úgy álltam hozzá, hogy szeretnék gyereket. Tehát nekem a gyerek is az egy terv, az egy projekt. Tehát azt létre kell hozni, azt meg kell álmodni, meg kell tervezni, tudod? Igen. Tehát, hogy nekem az egy csodálatos dolog lesz szerintem, hogy mindent kitalálok hozzá, meg mindent kialakítok hozzá. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy nőnek fel kell lélekben, testben készülni rá. Nem azt jelenti csak, hogy na jó, hát szeretnék gyereket, akkor csináljuk, tudod? Igen, de... és bele a közepébe is lesz, ami lesz. Sokan csinálják így. Igen. Nekik ez a jó, de te más típus vagy, te máshogy. Én azt is átgondolom, hogy hogyan örülne nekem egy gyerek, vagy bizonyos dolgaimat el tudná fogadni, vagy egyáltalán tudnám még kezelni azokat a dolgokat, amiket mondjuk egy kisgyerek hoz az életembe. Uh-huh. Tehát én mindent szeretek átgondolni, megtervezni, és amikor eldöntöttem, akkor az én döntésem a 100%-os, tehát onnan nincs visszaút, és akkor mindent megadok. Tehát, hogy én nem tudok fél lábbal csinálni dolgokat. Persze. De tényleg, tehát nekem ez nem megy.
Bogi izgatottan várta, mi mindent olvas ki a képletéből Gyurkó Katalin védikus asztrológus, miután az asztrológia tudománya nem áll távol tőle. Az első, ami úgy nagyon feltűnt a képletedből, az az, hogy olyan életekből érkezel, hiszen ez az asztrológia alapfeltevése, hogy sok-sok előző életből érkezünk. A mostani életünk az az előző életeinknek a következménye, és most fogjuk megalapozni a következő életünket, hogy ott mit kapunk. Jellemben, egészségben, gazdagságban, mindenfélében. Olyan életekből jössz, azt látom, hogy nagyon megtanultál dolgozni egyrészt. Tehát azt, hogy egy ilyen sistergő, szorgalmas, nagyon ügyes valaki vagy a munkádban, nagyon rátermett vagy, ezt hozod az előző életeidből, és azt is hozod, hogy onnan egy ilyen fokozottabb test tudatosságot hozol. Tehát az életmódodra, mennyi dolgozol, mennyit használod a testedet, mennyit pihensz, hogyan étkezel. Tehát olyan életekből jössz, amikor ebben azt hiszem, hogy elég nagy jártasságot szereztél, és hogy ezt hozod magaddal. Ebben az életedben ezt már gyakorlod. Nem tanulnod kell, hanem neked ez fontos, tehát ez szerint élsz valószínűleg. Ez így van. Igen. Ez tökéletes. Tehát én mindig az vagyok, aki nagyon szeretek dolgozni, nagyon sokat, viszont van az a pont, amikor azt mondom, ez a testemnek nem jó. Ez nem jó. Itt leállok, és azt gondolom, hogy megengedhetjük magunknak. Tehát én szeretem például luxusnak azt a részét, amikor azt mondta, hogy az időm az számít. Az idő az nem jön vissza. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, az egyik legnagyobb luxus az az idő, hogy azzal jól kell bánni, meg a testünk az a másik, amivel valóban nagyon-nagyon jól kell bánni. Úgyhogy semmi olyat nem teszek, amivel bántanám. Amiben fejlődni valót látok, az az, hogy te egy mérleg asszendenssel születtél. És a mérleg aszcendens legerősebb üzenete az mindig az, hogy az embernek meg kell találnia a saját abszolút értékét. Uh-huh. Ahhoz képest, mint amit gondolnak róla, vagy amilyen visszajelzéseket kap, vagy amilyen tükröt tartanak számára. Uh-huh. Az a részed, amelyik nem attól függ, hogy milyen visszajelzést kapsz a megjelenésedre, vagy a produkciódra, annak erősödni kell, annak uh-huh. tisztulnia kell. Ez érdekes. Amúgy igen? Ezen dolgozom. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy most inkább úgy a háttérben ügyködök, tudod? Mm. Tehát hogy azon dolgozom, hogy minél jobban elmélyítsem akár a tudásomat, akár a gyakorlati dolgokat, a kreativitást. Tehát hogy igen, volt egy, főleg az előző időszaka az életemnek, tehát úgymond az a rész a serdülőkoromtól mondjuk mostanáig, azt mondanám, hogy nagyon sok volt benne, igen, ami a külső világnak szólt és azt mutattam, azt a részemet, de viszont az jön, amit tudok már most tudatosan, hogy kicsit ez a háttérbevonulás és a háttérben való önmagammal való munka, és nagyon-nagyon sokat kell tennem ezért, mert olyan sok minden ért a múltban is, meg a jelenben is, hogy nagyon nehéz alkalmazkodnom sok mindenhez. Uh-huh. És akkor ez egy nagyon nagy kihívás számomra, hogy másokat se bántsak azzal meg, hogy én magammal foglalkozom, meg a saját kis dolgaimmal. Tehát nekem ez a legnagyobb kihívás az életemben, hogy nagyon nehéz önzően foglalkoznom a saját dolgaimmal. Meg hogy megismerd azt, hogy valóban igen, mit igen. is érsz, anélkül, igen. hogy azt, igen, azt hogy tükröt tartanának. Igen, azt mondanák meg, igen. vagy mutatnak igen. meg pontosan, igen, ez igaz. Neked is van 3 Skorpió bolygód, méghozzá a Skorpió jegynek egy olyan területéről, ami azt üzeni, hogy nagyon sok olyan életből jössz, amikor vándor voltál, kereső voltál, mindig tovább mentél. Uh-huh. Tehát nem tudtál megállapodni, igen. nem tudtál lecövekelni, hanem mindig valahogy ki kellett lépned abból a közegből, ahová egy picit beilleszkedtél. És hogy ez mindig azt eredményezi, hogy egyrészt az illető hoz a személyiségében uh-huh. egyfajta nyugtalanságot, a meg nem érkezésnek, vagy a megállapodásnak, a meg nem állapodásnak pontosabban a nyugtalanságát. És ugye ez általában fizikai szinten, vagy hát a fizikai világban úgy szokott megvalósulni, hogy az illető nagyon sokat utazik, jön, megy, állandóan egy ilyen nyüzsgésben van, és hát természetesen egy másik szinten, egy szellemi szinten, vagy spirituális szinten is ez egy keresést jelent. Hol vagyok, mi az a szellemi világ, uh-huh. amiben én otthon érzem magam, mi az a hitrendszer vagy világnézet. Ez abszolút igaz. Tehát a mai létemre is igaz,
mai napig is keresem az utam. Tehát, hogy ez a, nincs meg bennem ez a ragaszkodás az életedhez, amit kialakítottál, tudod, a házad, a körülötte lévő dolgaid. Uh-huh. Tehát hanem simán ott tudnád hagyni és mennél igen, tovább. Annyira könnyen tudok engedni, uh-huh. hogy ez a holnap nem tudom, lakjunk itt, vagy költözzünk oda. Tehát, hogy annyira furcsa, hogy például a férjem is sokszor ezt mondta nekem, hogy milyen érdekes, hogy el tudom engedni a helyszíneket. Tehát nekem ez nem fontos, uh-huh. hogy ragaszkodnék a dolgaimhoz. Én azt gondolom, hogy ez a nyugtalan részed, ez a skorpió részed, ez igen, tehát mozgékonyá vagy változékonyá tud téged tenni, viszont az életcélod, vagy az egyik legfontosabb életcélod, az mindenféleképpen valamiféle anyagi bázis, vagy biztonság megteremtése, és a tradícióknak a behozása az életedbe. Tehát ez biztos, hogy így igen, működik. Igen. Egy skorpió életből, vagy skorpió energiákból jössz, és nagyon a bika felé tartasz. Mert a bika... Hát az igenis földi esély. Akkor te ezt pontosan tudod. Hát a bika a legstabilabb, a legfixáltabb, a legszilárdabb jegy, amelyik nagyon szeretné ezt megteremteni. Uh-huh. Tehát neked ez a igen, jövőt. Ezt látom. Ez a bika tehát ezt én tudom, sőt a férjemnél is erősebbé kezdett most válni az utóbbi időszakban, úgyhogy el is csodálkozott rá, de mi történik veled, hogy nem volt ilyen? Ő persze úgy nevez, hogy anyagias, tudom, én még mindent be akarok biztosítani uh-huh. az utóbbi. Értem. Én is csodálkozom magam, hogy mindentől félek, hogy mi lesz ezzel, mi lesz azzal, azonnal ezeket be kell biztosítani, uh-huh. mindent le kell fölrelni, tudom. Ez nagyon érdekes dolog. És ez az utóbbi egy évben kezdett történni. Így hatással lenni rá gyakorlatilag. És akkor ez az egyik feladata, hogy ezt az életén végig vigye, vagy beteljesítse? Ez egy nagyon erős késztetés. Uh-huh. Olyan, mintha egy mágnes abba uh-huh. az irányba húzná, hogy tudja, hogy nagyon változékony, nyugtalan életekből jön, és meg kell érkezni a biztonságba. Tehát, hogy ez egyre fontosabb lesz. De vajon motoszkál benned az, hogy egyébként mennél? Tehát, hogy egyébként elhagynám azt? Az nyilván azt... benne van, tehát az, hogy utazzak, meg állandóan aktív vagyok, az benne van, de az, hogy sokkal jobban kezdtem el ragaszkodni dolgokhoz, uh-huh. meg az, hogy rendben legyen, tudod, hogy nehogy valami történjen. Uh-huh. Tehát ez a mindent kiszámítani és mindent megtervezni, az egy nagyon érdekes dolog, az utóbbi időben kezdett el, ami soha nem volt bennem. Uh-huh. Tehát, hogy mondom, hogy még ő, lehet, hogy ő volt az, aki először felfedezte, mert most, hogy így hallom, most nyilván tudatosodott, hogy miért. Hogy ő erre felhívta a figyelmet. Igen, de jó. Én úgy vélem, hogy mind a kettőre van képességed. Mert olyan életekből jössz, amikor nagyon megtanultál rendszert teremteni az életedbe, és például nagyon megtanultad az időt jól kezelni. Ugye ebben az életedben pedig van egy tehetséged, nevezzük így, ahhoz, hogy a spontaneitást megéld. Tehát, hogy egyszer így, egyszer úgy vagy, és ehhez van kedvem. Abszolút. Tényleg ilyen vagyok. Jó, nézzük a párkapcsolatot. Igen! Vagy van még valami? De ha van még valami, Kati, természetesen mond. Igen, kíváncsiak vagyunk. Mi alapján választ? Vagy választott? Mert hiszen most már azért egy pár éve együtt vagytok. 10 éve, igen. Csak 10 éve együtt vagytok. Csak 10 éve. Azt mondja a horoszkópot, hogy egyrészt nagyon keresed a stabilitást, a megbízhatóságot, a egyfajta dominanciát, tehát fontos az, hogy a férfi, aki a párod, ő erős legyen, kezdeményező, marsikus kifejezetten, és hát keresed azt, hogy felnézhess rá. Tehát mindenféleképpen a tekintély, vagy az, hogy valamiben több nálad, az neked nagyon fontos. Ez így van, abszolút. Nagyon nehéz olyat találni, aki ott tart bölcsességben, hogy fel tudj rá nézni. Igen. Tehát, hogy tényleg az van, amit itt beszélünk, hogy több legyen, mint te. Igen. És az nehéz volt megtalálni. Hát igen, ezért kellett elhagynom az otthonomat, és világjáró útra. Így van, világot látni, hogy megtaláld. Hát azért volt olyan életetek, amikor együtt bókláztatok, vándoroltatok. Igen. Tehát volt már közös életetek. Ezt úgy mondod, mintha tudnád. Igen, ezt én tudom. Komolyan. Ezt tudom. Azért mondtam neked az előbb azt, hogy most ő beszél, de mintha én beszélnék, tudod, igen. hogy ugyanaz. Mintha saját magamat látnál. Tehát ismered őt. Nagyon. Ismerted, amikor találkoztatok, akkor nagyon. Is olyan érzés volt, hogy nagyon. Én ezt ismerem. Nagyon. De annyira mélyen, hogy a gondolatait is tudom, és olyan szinten működik köztünk a telepátia, hogy mielőtt hívna, tudom, hogy hívni fog. Tehát, de minden alkalommal. Tehát nincs olyan, hogy ne gondolnék, hogy most hívni fog. Egyébként anyukámmal ugyanez van.
Tehát, sőt, gondolatban szoktam neki üzenni. Komolyan? Igen. Igen, szoktam embereknek üzenni. A férjednek is szoktam üzenni, neki is szoktam üzenni. És átmegy? És jó dolgokat, igen. Tényleg? Átmegy. Ez egy boszorkány. Nem, akkor úgy mondom, hogy nagyon jól használod már, tényleg tudatosan használod ezeket a képességeket, amire egyébként működik. Elvileg mindenki képes lenne, csak nem hiszik el. Tehát amikor azt mondod, hogy küldök valakinek szeretetet, akkor ezt tényleg tudod küldeni, és ő tényleg kap szeretetet. Márja, küldök a férjemnek. Látom. Majd folytassuk egyszer ezt a beszélgetést, jó? És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, édes. Köszönöm, Kati. Én nagyon szeretem az ilyen beszélgetéseket, ha lehet, akkor minél többet választok az életembe, és olyan emberekkel veszem körül magam, mint amilyen te is vagy, te magad. Nagyon nyitott és nagyon pozitív. Azt mondják, nem véletlenül születünk oda, ahova. De nem csak annak van jelentősége, hogy kik lesznek a szüleink, hanem annak is, hogy milyen országba, milyen településre, milyen tágabb közösségbe születünk bele. Onnan mit viszünk magunkkal útravalóként, mikor elindulunk az utunkon? Sokaknak az a sorsa, hogy végül ne a hazájukban telepedjenek le, de amit magukkal vittek, örökre a lelkük részévé válik, kitörölhetetlenül.